A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit május 14-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban először ellátogatunk a Tánc Világnapjára, majd egy beszámoló következik az Alba Régia Kórusfesztiválról. Ezt követően a Miller Zoltán és Vágó Bernadett koncerttel és az aranyat érő beszélgetésekkel várom Önöket, tartsanak velünk! Fergeteges előadással köszöntötte a Tánc Világnapját az Alba Régia Tánc Együttes. A Vörösmarty Színházban megrendezett ünnepségen a 75. születésnapját ünneplő együttes a múlt, a jelen és a jövő koreográfiáját mutatta be. A jelen és a jövő koreográfiával köszöntötte a Tánc Világnapját a Vörösmarty Színházban az idén 75. születésnapját ünneplő Alba Régia Tánc Együttes. A jeles évfordulón Cserpalkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, városunk kultúrájának egyik fontos talpontja az együttes, majd emléklappal köszönte meg az egyesület munkáját. A Tánc Világnapján minden esztendőben egy nagyon szép gálával köszöntjük a táncot, a kultúrát, a közösséget, azt, amit ez az embereknek a mindennapokban adni tud. Most már Fejévár az nem is egy, hanem kétnapos gála, hiszen ma a színházban az Alba Régia köszönt bennünket, holnap pedig délután és este az egész belvárost belakják, betáncolják a különböző táncközösségekhez tartozó fehérvári és környéken élő fiatalok és idősebbek egyaránt. De a mai gála azért is különleges itt a Vörösmarty Színházban, hiszen az Alba Régia januárban egy nagyon szép ünnepi évet kezdett, egy jubileumi esztendőt. A 75. születésnap azt gondolom egy nagyon szép hagyományt is mutat, de azt is mutatja, hogy ez egy élő hagyomány, egy élő közösség. Akkor talán januárban a kiállítás megnyitón úgy fogalmaztam, hogy valójában az Alba Régia családját is köszöntjük ebbe az esztendőben, és hogy csak így körbenéz az ember, azok között, akik ma nem fognak táncolni, is rengeteg olyan embert talál, aki közvetlő vagy családja valamelyik tagján keresztül az Alba Régia mozgalmához, közösségéhez kapcsolódott, kapcsolódik, és ez duplán ünnep ez a mai nap. Én is hoztam egy pici kis ajándékot, bár kicsit udvariatlanak vagyunk, hiszen az, akit megajándékozunk, akit ünneplünk, az fog bennünket ma este szórakoztatni. Azt viszont biztos, hogy a legmagasabb szinten fogja, ugyanúgy, mint a nyári rendezvényeken, a királyi napokon, a néptáncfesztiválon, ami ismételten idén egyébként nemzetközi is lesz, de azért a színfolt, a központ, ott is az Alba Régia lesz, ugyanúgy, mint ma este is. A Táncegyesület elnöke Juhász Zsófia hangsúlyozta, fontos számukra, hogy a veretes múlt és a jelen mellett határozott jövőképpen rendelkezzenek, ami megmutatkozik a következő generáció nevelésében is. Ez a műsor, ez valóban a 75 évet tömöríti össze, de nem csak olyan szempontból, hogy csak a múltat idézzük, hanem természetesen, mint ahogy a múlt a jövővel és a jelennel is összekapcsolódik, ezért Majoros Róbert úgy állította össze ezt a műsort, hogy a múlt, jelen, jövő együtt egy színpadon. Milyen jövőképe van az együttesnek, hiszen a múltját tudjuk, számtalanszor beszéltünk már erről, de én azt gondolom, hogy mindennél fontosabb, hogy az Alba Régia Tánc Egyesület egy nagyon komoly jövőképet is mutat a fiataloknak. Szeretnénk, hogyha ez az együttes mindig is méltó lenne Székesfehérvárhoz, méltó lenne ahhoz a nagy támogatottságot, amit élvez, és mi azért mindent megteszünk, de én azt gondolom, hogy nagyon sokat számít az, hogy művészeti iskolánk van, és az utánpótlás nevelés folyamatos az együttesben. A jubileumi év egyik fontos eseményén Botos József Fut a kosár című koreográfiáját az idősebb generáció, illetve a jelen táncosai előadásában láthattuk, de természetesen a jelen és a jövő táncai is megjelentek az esten.
Sokat gondolkodtunk 75 éves évfordulóra, hogyan lehetne ezt összefoglalni, ezt a 75 évet. Gyorsan letettünk erről, hogy természetesen teljes mértékben sehogy. Úgyhogy három részre osztottam ezt a műsort. Van egy múltat felidéző, amiben Botos József koreográfiáival foglalkoztunk, mind a múlt idézőkkel, tehát a régi idősebb generáció táncosaival, mind a mostani generációval, tehát a felnőtt együttes táncosai is megtanulták Botos József Futakosár című koreográfiáját, ami egyébként egy nagyon nagy kihívás volt, és egy nagyon érdekes feladat. Ez volt a múlt. Közepén helyezkedik el a műsornak a jelen, amit Molnár Gábor, Majorosné Szabó Veronika Tombor Bea és jó magam vezetésével dolgozunk már jó pár éve az együttes életébe, és azt gondolom, hogy nagyon sok műsort, nagyon sok koreográfiát láthattok tőlünk. Valamilyen szempontból így a kedvenceket válogattuk össze, de azért nagyon fontos volt, hogy ennek legyen egy íve. Tehát, hogy azt gondolom, hogy hangulati szempontból is egy nagyon jó ívű dolgot sikerült összeraknunk közepére. Hát a végén pedig a jövőt idézve Sáfrán Balázs, a Duna Művész Együttes táncosa, illetve hát természetesen Alba Régiás táncos volt ő, tanítványunk. Nagyon nagy büszkeség, hogy megszólíthattuk, és egy olyan fél éves munkafolyamaton vagyunk túl vele, ami egyhogy nagyon izgalmas volt, nagyon hasznos volt, és egy nagyon, azt gondolom, hogy az Alba Régia szellemiségének megfelelő, és nagyon abba a millióba beleillő művet sikerült neki alkotótársaival összehozni, ez pedig a jövőt fogja idézni. Népi kultúra barátai ezen a napon is megerősödhettek abban, hogy az Alba Régia Tánc Együttes továbbra is hazánk és városunk kiemelkedő együttese, és kiváló koreográfusokkal és táncosokkal képviseli a néptánc örökségét, és bebizonyosodott az is, hogy a mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között. Idén is megrendezték az Alba Régia Gyermek és Ifjúsági Kórus Fesztivált. A háromnapos rendezvényen több mint 500 fiatal mutatkozhatott be a Szent István Művelődési Házban. Hagyományokhoz hűen közös énekléssel köszöntötték Székesfehérvárt az Alba Régia Gyermek és Ifjúsági Kórus Fesztiválra érkezők, a Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskola és Gimnázium, illetve a Budapestről, Gödöllőről, Kiskunfélegyházáról, Szegedről és Várpalotáról meghívottak.
A Városház téren Lerner Zsolt alpolgármester köszöntötte a fesztivál vendégeit. Az Alba Regia gyermek és ifjúsági kórus fesztiváli már több évtizedes múltra tekint vissza városunkban. Egyrészt ez nagyon fontos, hogy a kodályi szellemiség, a zene mindenki jegyében szülessenek egyrészt mindig új kórusok, a közös élmény, a közös éneklés lehetősége mindig csillanjon fel az emberek, nem csak az ifjúság, hanem az idősebbek körében is, és maga az a népdalkincsnek a megőrzése, ami tulajdonképpen feladatunk nekünk kultúrát őrzőknek és kultúrát végzőknek. A megnyitó szívet melengető pillanata volt, hogy Kneifel Imre vezényletével több mint 500 fiatal előadásában csendült fel Kodály Zoltán Magyarokhoz című örökbecsű kórusműve. Most két korosztályból is, a felsősök és a középiskolások korosztályából jöttek ide kórusok, az ország több helyéről, más messzi területéről, akár Szegedről, Budapestről, és eltöltünk itt két és fél nap zenélést, vagy elvégzünk, vagy egymásnak örömet szerzünk ezzel. Kórusok fognak énekelni itt a Szent István teremben, a Szent Imre templomban, és ez egy olyan zenei találkozó, amelyen egy nyelven fogunk beszélni, a zene nyelvén énekelünk közösen. Ebből most rögtön itt a megnyitó is néhány percet élvezhetünk, hiszen egy nagy szabású kánont fogunk megpróbálni elénekelni. A karnagyokat a Városházán fogadta Cserpalkovics András polgármester, aki kiemelte, a város kulturális életének egyik több évtizedes hagyománya és komoly értéke a kórusfesztivál, amely közösséget épít. Nagyon szép hagyománya van magának a kórusmozgalomnak, és azon belül ennek az éves kórusok közötti találkozónak itt Székesfehérváron, a város kulturális és ifjúsági életének is azt gondolom, hogy abszolút része. Sajnos az elmúlt években nem mindig lehetett különböző okok miatt megtartani, de örülök, hogy 2024-ben újra van kórus találkozó Székesfehérváron. Üdvözölhettük már a kórusoknak a vezetőit, a diákoknak a muzsikaszót már hallottuk a főtérről, és biztos vagyok benne, hogy aki részt vesz ezeken a fellépéseken, nagyon jól fogja magát érezni, és értékekkel fog távozni, ugyanúgy, mint azok a fiatalok és diákok, akik egy-egy kórusnak tagjai. Remélem, hogy felnőttként is azok lesznek. Fersné Várnai Tíme, a vendéglátóiskola igazgatója megerősítette, büszke arra, hogy esztendőről esztendőre vendégül láthatják a kodályi eszme képviselőit. Számunkra az egyik legfontosabb megerősítés az, hogy a várossal együttműködésben állíthatjuk ki a kórusfesztivált, hiszen ez azt jelenti, hogy ez mindenkinek fontos. A Kodály iskolának mindenképpen, a Kodály módszer tulajdonképpen validálja, bemutatja és kiemeli ez a rendezvény. És az is fontos természetesen, hogy nem csak egyedül vagyunk ebben, nem egyedül énekelünk, hanem más is hallgatja, és másnak is fontos az, hogy megszólaljanak a kórusművek. A kórusfesztivál programja a háromnapos eseménynek otthont adó Szent István művelődési házban folytatódott, ahol elsőként három Kodály kórusművel köszöntötte a vendégeket az Alba Regia vegyeskar. Háromnapos találkozón 10 kórus 500 énekese lépett színpadra 3 alkalommal. A szombati fesztivál hangversenyen a szakmai zsűri értékelte az együttesek felkészültségét, az elismerőseket a vasárnapi koncerteken adták át. A Kodály Zoltán általános iskola, gimnázium és Ami Bárdos Lajos gyermekkar aranyminősítést, az iskola gyermekkara és a Kodály Zoltán leánykar aranyminősítést diplomával, míg a gimnázium vegyeskara a legmagasabb minősítés mellett az év kórusa címet is átvehette. Az év kórusa mellett
aranyminősítéssel gazdagodott a gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola gyermekkórusa is. Második alkalommal veszünk részt ezen a fesztiválon, és elsősorban azért is jöttünk, mert itt mindig nagyon jól érezzük magunkat, egyrészt a kedves fogadtatás, a nagyon színvonalas szervezés, a nagyon szakmai színvonalon is kiemelkedő zsűri, és hát a gyerekek is nagyon jól érzik magukat, akár a táncház, akár a verseny, akár Székesfehérvárnak a szépsége, akár ez a művelődési ház. Úgyhogy elsősorban ezért, másosorban pedig azért, hogy megmérettethessünk, mert ugye az, hogy mi elkezdünk szeptemberben egy teljesen új gárdával foglalkozni, mert ugye a nyolcadikosok már elmennek, jönnek a fellépő hatodikosok, azért, hogy amiért dolgozunk egész évben, hogy tehát megmutathassuk azt, hogy van egy cél, és az ez a fesztivál, vagy egy ilyen fesztivál, és hát elsősorban, vagy másodszorban pedig ezért. Hogy a kórus jól működjön, mi kell hozzá? Csak jól éneklő gyerekek? Hát az nagyon fontos, hogy legyenek jól éneklő gyerekek. Szerintem a karnagyoknak a szakmaisága is nagyon fontos, és hát az összhang. Hát az, hogy legyen összhang a kórus és a karvezető között. Ugye mi két karnagyos modellben dolgozunk, tehát ketten vagyunk a kórus vezetői, és hát nagyon nagy a szerencsénk, hogy mi nagyon hasonlóan gondolkodunk, akár énektechnikailag, és ugyanazokat az elveket képviseljük, akár a repertoár kiválasztásánál. És hát a tanítási stílusunk is nagyon hasonló. És hát ugye fontos, ahogy a mindenféle tanításban a következetesség, fontos az, hogy a magyarázat, hogy úgy tudjuk átadni a gyerekeknek, hogy az érthető legyen, hogy be tudjuk úgy mutatni, hogy ők fogékonyak legyenek rá, és át tudják ezt venni. Tehát ez egy elég összetett dolog. A gödöllőiek varázslatos tehetségű fiataljai számára is fontos, hogy dalokban is megmutathassák magukat. Én nagyon szeretek énekelni. Első óta már egyébként az Erkel Ferenc Általános Iskolába járok, és amióta ugye beléptem a gyermekkarba, azóta számtalan helyre vittek ugye tanáraink, és sok eredményt és sikerrel jöttünk haza, és számomra ez egy olyan hobbi féle, tehát, de nagyon-nagyon szeretem, és jó, hogy egy ilyen csapattal vagyok körbevéve, és konkrétan, hát ez egy ilyen otthon számomra, egy második otthon, ahol kifejezhetem magamat. Mit szólsz ahhoz, hogy az év kórusa lettetek, és aranyminősítést is kaptatok? Mennyire számít egy ilyen visszajelzés? Én nagyon örültem, meg is lepődtem egyébként. Számomra az a fontos, hogy tanáraim is örülnek így. Én el fogok ballagni, ugye, de vissza fogok térni, mivel ugye van lehetőségünk gimnazista korunkban is majd ugye visszajönni. Örülök neki igazából, nem tudok hozzáfűzni többet. Ez egy jó visszajelzés számunkra, és Gödöllő környékén is így jobban megerősíti az álláspontunkat, így az Erkel Ferenc Általános Iskola számára. Mennyiben más akkor a hangulatod, az érzésvilágod, amikor színpadon állsz és énekelsz? Mitől jó ott állni és énekelni? Én nem vagyok az az izgulós típus, és szeretem is így felállni a színpadra és csinálni, és a többiekkel együtt. Örülök, hogy egy kórussal vagyok így körülvéve, és számíthatok rájuk. Bármi van tanáraimra is, ilyenkor ugye mindig arra figyelek, hogy kórusvezetőim ugye a kézjeleikre, szóval ilyenkor úgy érzem, hogy kikapcsolok, és akkor egy másabb környezetbe kerülök, és csak szabadon éneklek. Ismét megerősítést nyert, hogy Kodály Zoltán országában, Székesfehérvár városában is megfogadták a csupa nagybetűs mester és tanító gondolatát, miszerint lehet élni zene nélkül is, a sivatagon át is vezet út. De mi azt akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mint a sivatagon menne át, hanem virágos réteken. Ami én vagyok, országjáró koncertsorozatának első estéjén a Köfén Művelődési Házban lépett fel Miller Zoltán, a népszerűbb színművész társával, Vágó Bernadettel pályafutásának emlékeit hozta el Fehérvárra. Do you like me? Do you like me?
Nem csalódhattak, akik a Köfén művelődési házat választották péntek esti kikapcsolódásul. Miller Zoltán 50, ami Én vagyok címmel egy fantasztikus jubileumi élőzenei koncerttel várta a közönséget a Köfén művelődési házban, 3 évtizedes pályafutásának emlékezetes pillanatait dalokba csomagolva, sőt mi több, hozzátéve élete első 50 évének élményeit és emlékeit. Igen, hát mi is nagyon-nagyon várjuk ezt az első találkozást, úgyhogy ez mindig egy csodálatos pillanat, ezt úgy meg se lehet fogalmazni, tehát igazából sajnos ezt tényleg azt tudja, aki ebbe benne van, hogy ilyenkor mi jár az embernek a fejében, a lelkében és mindenében. Természetesen ugyanígy vannak ezzel a nézők is, hiszen ők valamilyen elképzeléssel, valamilyen elvárással érkeznek, és aztán csak remélem, hogy ez a két dolog ez nagyon szépen szimbiózisban fog találkozni. Az országjáró koncertsorozaton így természetesen Fehérváron is itt volt társa és lelke Jobbik fele Vágó Bernadett is, aki az ünnepeken és a hétköznapokon is részese Miller Zoltán életének. Mit kívánhatnék a férjemnek? Hatalmas nagy sikert a ma estére is, és az elkövetkezendő koncertekre is, és ő ilyen tiszta szívvel él, mindig jót tesz és jót kíván, és azt gondolom, hogy beérett a gyümölcse, mert őt szerintem mindenki szereti a szakmán innen és a szakmán túl. A fergeteges esten felcsendültek az egykori emberek slágerei és a musical világslágerek mellett a Csináljuk a fesztivált örökzöld dalai, mindaz, ami az elmúlt időszakban a mában és a jövőben is országszerte stílusikonná tette és teszi a népszerű házaspárt. Teltház fogadta az aranyat érő beszélgetéseket az Aranybulla könyvtárban. Bokros Judit vendégeként a népszerű színész Pár Csekata és Balog Mihály mindennapjait ismerhették meg az érdeklődők. Folytatódott az aranyat érő beszélgetések az Aranybulla könyvtár nagy népszerűségnek örvendő portrésorozata. Az est háziasszonya, Bokros Judit újságíró vendégei, a mindenki által kedvelt Csekata és Balog Mihály színészpár voltak, akik meglepetéssel készültek, Molnár Ferenc Színház című darabjából adtak elő egy részletet, de természetesen teljesült az a cél is, hogy a független társulatok alkotó embereit is kicsit másként is megismerhesse a közönség. Régóta figyelem őket, vagy hát amikor elmegyek mondjuk a Szabad Színház előadására, vagy a nemrég alakult örökségcsoport előadására, de más független színjátszó csoportokat is említhetek Fehérváron, akkor nagyon sokszor találkozom a Misivel, vagy a tehát Balog Misivel, Mihállyal, akit meghívtunk ide, vagy Csekatával, az ő párosukkal, és valóban egy nagyon szimpatikus páros, akiről tudható, hogy ők a magánéletben is együtt vannak, és ezért gondoltuk úgy az Aranybulla könyvtárral, hogy meghívjuk őket ebbe a sorozatba. Annál is inkább fontos, mert Székesfehérvár a kulturális életnek egyik talpontja mindenképpen az alternatív színházi élet. Igen, nagyon sok jó csoport van valóban. Most a Prospero színkört nem említettem az előbb, a Péntek 3 teátrum is van, de vannak diák csoportok is, amik nagyon jók, akár a Tedi diák színpad, vagy a Fehér Holló diák színpad, úgyhogy tényleg nagyon pezsgő szerintem ez a székesfehérvári színházi élet, a Vörösmarty Színház mellett is vannak egyéb lehetőségek. Csekatát és Balog Mihályt, akik 2019 óta a magánéletben is egy párt alkotnak, a színház szerető közönség már több emlékezetes független színházi produkcióban láthatta szerepelni, akár együtt, akár külön-külön. Balog Mihály a Szabad Színháznál kapta első főszerepét a Béla Király című Szabó Magda műben, ma pedig már az örökségcsoportnak is megbecsült tagja.
ezt már megszoktam. Ez a te dicsőséges neved, és elveszlek. Második Lipót portepéját hordom, és ezredem elsőnek vágta ki magát Rüttingsheim hídján. Van még olyan kancellár? És még egy. Nos? De ezt komolyan? Hallgatlak, fecsek. Kőbáli, ha azt mondod, hogy szeretsz... Szeretlek? Talán inkább imádlak. Több, mint imádlak. Tiéd ez a rongyos életem, ez a dicsőséges. Ha mutatsz nekem valakit, aki Hamletet másfél próbára úgy játsza, mint én, Marosvásárhelyen, akkor megengedem, hogy ne nevezz színésznek. Eredetileg egy diákszínjátszó csoportba csatlakoztam, mikor 14 éves voltam. A Ribizli színpad, ez a Vörös Marti Társaságnak működött a termében tulajdonképpen, Farkasi Csilla és Szekeres Ági vezették ezt, és én ott találkoztam még annó Szabó Bencével és Kovács Mátéval, tehát 14 évesen, és aztán egy kis kihagyás után egyszer összegyűltünk egy ilyen mi van a régi ribizlisekkel, és akkor a Máté mondta, hogy hát miért nem megyek el egy szabad színház próbára, ez volt 2008-ban, és akkor 2008. januárban csatlakoztam, ahol persze először kisebb szerepeket kaptam, illetve beugrónak használtak az elején, és akkor az első premier az rögtön 2008-ban egyébként a Lóvá tett lovagokban volt, Longaville szerepét játszottam, ugye a négy herceg, akik összeállnak, hogy akkor ők most 3 évig az két a életet folytatnak, ami aztán gyakorlatilag egy másodperccel később keresztül is húzódik azzal, hogy megjelenik a francia királylány és az udvartartása, és aztán mindenféle trükkökkel próbálják saját fogadalmukat megkerülni. Szóval ez volt az első nagyobb szerepem igazából. Részben váltottál, hiszen a V54 egy olyan új színházi alakulat, ami azt hiszem, hogy méltán tart nagy érdeklődésre számot. Igen, én azt gondolom, hogy azért a Szabad Színháznak én nagyon sokat köszönhetek. Tulajdonképpen a szinte mindent, amit tanultam, és hogy lehetőségem volt tanulni emberektől. És én nem is gondolom ezt úgy váltásnak, hanem inkább kiegészítésnek gondolnám ezt az egészet, hiszen amikor Ákos megkeresett 2021-ben, hogy ő megcsinálna egy teljesen más hangvételű, és talán a Szabad Színház repertoárjához képest egy kicsit komolyabb, vagy mélyebb, vagy szokatlanabb előadást, ugye a Svetje Mihály az Örökség című előadásáról beszélünk, akkor én örültem, hogy ebben részt vehetek, mert mindig is vágytam arra, hogy valami olyan előadást, kortárs előadástban tudjak részt venni, amelyik tényleg létező mostani problémákról beszél, mostani szöveg, élő szöveg, kortárs szöveg, és én azt gondolom, hogy ez inkább csak egy lehetőség, hogy többféle műfajban és irányban is kipróbálhassam magamat. Viszont remek lehetőség, mint az is remek lehetőség már, mint a közönségnek, hogy megismerhessen titeket, Lelked Jobbik felével. Hogy fogadtátok ezt a meghívást? Először meglepődtem, aztán elkezdtem izgulni, hogy egyáltalán lesz-e itt valaki, érdekel-e valakit, hogy én itt most leülök, és akkor anekdotázgatok, vagy beszélgetek. Aztán hát mindenképpen egy nagy megtiszteltetés, és igazából így fel se fogom, hogy, mert ilyen azért még nem volt, hogy valaki csak azért jönnek el, mert rám kíváncsiak, mert általában ugye azon egy előadásban szerepelek, hogy az előadásra kíváncsiak, illetve én is ugye úgy megyek oda, hogy tudok egy szöveget, olyan nagyon nem mehet mellé az egész, szóval én nekem ez egy kicsit most ilyen izgulós délután egyelőre, és persze megtiszteltetés. Csekatka 2016 óta a Szabad Színház tagja, már első főszerepében a Káosz című darabban is sikert aratott, és azóta meg annyi előadás után élhette meg a közönség szeretetét, és párjához hasonlóan immár ő is részt vesz az Örökség csoport munkájában. Az ember takarja a vetétársát. Én takartam Beresnét Debrecenben, hogy végre is bocsánatot kért, és megadta a 10 forintomat. De az ember nem takarja azt, akit szeret. A harmadik felvonásban nekem jogom volna eléd állni, mert akkor te már bukott miniszterelnök vagy. És én visszakapom a hercegnői rangot, és mégsem teszem meg, mikor az öreg király bejön és megrúg téged, te akkor olyan mérgesen nyúlsz oda, ahol megrúgnak. Én tudom, hogy ez neked egy nüanszod, és félrehúzódom, pedig a rendező nem is mondta.
Ez a szerelem, nem pedig az, hogy te a pofám elé állsz és úgy buksz meg. Hát ehhez semmi közöd. A Szabad Színházba 2016-ban kerültem, és akkor kaptam az első főszerepemet. Addig Veszprémben voltam egy amatőr csapatnak a tagja, 2006 és 2016 között. Önálluk főleg inkább vásári komédiás kisebb mellékszerepeket kaptam, és hát a Szabad Színházba volt az első igazi lehetőségem arra, hogy megmutassam, hogy mit tudok amatőr színészként. A meg annyi siker megerősítést jelentett számodra, hiszen azért tudjuk, hogy nagyon komoly darabokban játszottál. Igen, megerősített abba, hogy talán mégse csak én gondolom azt, hogy jó vagyok. A közönségnek is tetszett, és többen az ismerősök közül is visszacsatoltak, hogy jó, amit csinálok. És hát egyre jobban elkezdtem szeretni emiatt a játékot. Kérdés az, hogy mi a különbség az alternatív színházak között, tehát a két kis színház között, ami vonzó számodra? Talán egy kicsit a működési mechanizmus máshogyan működik, illetve más témában működik, más témákat dolgoz fel, más nézőközönséget céloz meg, más érdeklődési köröket, így mind a kettőben érdekes a játék, mert mind a kettőben egy kicsit más műfajban próbálhatjuk ki magunkat, illetve gyakorolhatjuk a szerepeket, a szerepformálásokat. És akkor essék szó a ma estéről, hiszen ez mindig különleges alkalom, hogy ketten itt ülhettek, és ha úgy tetszik, bulvár nélkül, de azért mélyére ás a Bokros Juci annak, hogy miként éltek ti egyik oldalról, és milyen ilyen értelemben színművésznek és embernek lenni együtt. Arra gondolsz, hogy együtt élünk Misivel a magánéletben is, pártalkotva, igen. 5 éve költöztünk össze, a Szabad Színházban ismerkedtünk meg, és nem tudom, tulajdonképpen ugyanolyan izgalmas és játékos a magánéletben együtt élni, mint együtt játszani a színpadon. A bensőséges hangulatú diskurzusban megtudhattuk, hogy mindketten civil munkájuk mellett fordítanak időt a színjátszásra, ami életük egyik fő mozgatórugója, de a szerepek mellett természetesen szó esett a pályájukról, mindennapjaikról is. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.